mai műsorunk tartalmából. Cselekvő hazaszeretet Újbudán. A magyar oktatási rendszert újra alkotó Klebelsberg Kuno szobránál tartottak megemlékezést. Kitüntették a munkát, 5 évtizede a pályán dolgozó újbudai pedagógus díjazott a miniszter és a főváros. Madarak és fák napja, érezhető a kerületi iskolák és óvodák környezeti nevelésének hatása. Méltó helyszínen Klebelsberg Kuno egykori vallás és közoktatási miniszter szobránál emlékeztek meg a kerület vezetői Trianonról a Nemzeti Összetartozás napján. A politikus intézkedései segítettek abban, hogy hazánk a nemzeti veszteségek után képes legyen újra talpra állni. Fogalmazott beszédében Simicskó István országgyűlési képviselő. Klebelsberg Kuno példát mutatta a mai emberének is, és a mindenkori magyar embereknek. Elsősorban az alkotó hazafiságból. Ő azt vallotta, hogy háromféle hazafiság létezik. Az egyik a szónokló, a másik a kesergő, és a harmadik az alkotó. És ő mindenkinek az alkotó hazafiságot ajánlja, mert minden embernek megvan a maga küldetése. Szerintem nem csak el kell töltenünk az időnket itt a Földön, be is kell töltenünk. Amit mi magunk megtehetünk, a közösségünk, a nemzetünk, a városunk, a kerületünk érdekében, azt tegyük meg. Szerintem ez a legfontosabb üzenete ma a Nemzeti Összetartozás napjának. És nyilván persze számos oka volt ennek a trianoni tragédiának, de ezt is meg tudta haladni a magyar nemzet, föl tudott állni, új életekelt, és ma itt vagyunk, és megemlékezünk egymásról. Szerintem ez egy fontos dolog. Hoffmann Tamás polgármester szintén Klebelsberg érdemeit méltatta. Az egykori miniszter a pozitív látásmódban látta a megoldást, hitt abban, hogy a nemzet képes újra talpra állni. Klebelsberg Kuno személye a kapocs egyrészt az intézmények között, hiszen ő, mint vallás- és közoktatás ügyi miniszter, Magyarország történelmének egyik legnehezebb időszakában végezte ezt a feladatot 10 éven keresztül a Bethlen kormány minisztereként, és kellett megteremtenie gyakorlatilag azt a rendszert, amely a Magyarország feldarabolása után az új berendezkedéshez megfelelő volt, azokon a keresztény nemzeti alapokon, amely fontosnak tartott az értékrendje alapján. És hát gyakorlatilag akkor az ország, amely kivérzett az első világháború alatt, végigélte a tanácsköztársaságot, megérte a trianoni békediktátumot és a területeinek kétharmadának elcsatolását az ott lévő lakossággal együtt. Tehát egy ilyen meglehetősen reménytelen helyzetben kellett újjáépíteni Magyarországot. Ez a mai időknek a tanulsága is, hogy céltudatosan egy kitűzött értékrend mellett lehet alakítani és formálni a jövőt. Ebben nagy a hasonlóság. Akkor az országot kellett újjáépíteni, ma pedig arra kell vigyázni, hogy Európa megőrizze azt az arculatát, amely miatt Európa Európává válhatott, és ezeket a keresztény értékeket meg tudja őrizni a 21. században is. Az esemény végén Bagdi Gábor főpolgármester helyettes arra hívta fel a figyelmet, hogy a múlt történésein szép lassan túl kell lépni, de fontos, hogy képesek legyünk tanulni is belőle. Mint mondja, a legfontosabb tapasztalat, amit leszűrhetünk, az az, hogy a magyar identitástudat örökre megmarad. A KDNP által szervezett rendezvény a himnusz közös éneklésével zárult. Június 2-án szombaton első alkalommal tartottak családi napot a Lágymányosi Bárdos Lajos két tanítási nyelvű általános iskolában. A közösségformáló rendezvényen Hoffmann Tamás, Újbuda polgármestere, valamint Molnár László alpolgármester is részt vett. Minden, ami a közösséget erősíti, azon túl is, ami kifejezetten a célja és a lényege az oktatási intézmények, hogy neveljék, oktassák a gyerekeket, ez egy nagyon pozitív dolog, és sokkal érzékenyebben tudnak ezért reagálni azokra a felmerülő igényekre is, amelyek mindig egy iskolában előfordulnak. Bár még nincs hagyománya a Bárdosban az ilyen jellegű rendezvényeknek, mégis sikernek könyvelhető el a családi nap, hiszen rengeteg szülő kísérte el gyermekét erre az alkalomra. A szervezők is kitettek magukért, a családok számos sport, ügyességi vagy kreatív program közül választhattak. A szülők és a gyerekek együtt vesznek részt a mai napon, a közösségépítő jelleggel, hogy jobban megismerjék a szülők is egymást, a gyerekek is, és a közös programokon keresztül egy iskolai közösségi tudat alakuljon ki
jobban és hatásosabban. Hoffmann Tamás polgármester gratulált az új kezdeményezéshez. Reményét fejezte ki, hogy mindenki jól érzi magát a közösségteremtő eseményen, ahol a szülők is megismerhetik egymást, és gyermekeikkel közösen új tartalmas élményekkel gazdagodhatnak. Nem csak a gyerekek ismerik meg ilyen módon egymást, akik évekig járnak együtt egy osztályba, hanem a szülői közösség is ismeri a másik szülőt, ami azt hiszem, hogy nagyon fontos, valamint teljesen más közegben találkoznak a pedagógusokkal is, és magával az iskolával is. Tehát ez egy nagyon pártalandó és jó ötletnek tartom. A célok között szerepelt, hogy az iskolát támogató Prevolence alapítvány számára gyűjtést szerveztek. Az alapítvány elsődleges célja most az, hogy a Bárdos legfontosabb közösségi terét, az iskola udvarát megújítsa. Évek óta munkálkodik itt az iskolával tandemben ez az alapítvány, és mindig szívesen fogadunk célzott támogatást is. Rengeteg mindent vettünk már a támogatásokból. Idén például több smart táblát is sikerült a szülőkkel együtt, a szülői támogatással együtt, plusz az alapítvány kiegészítésével vásárolni, valamint projektorokat és az azokhoz szükséges fehér vásznakat, és plusz még fehér táblákat. Úgyhogy ilyenekre szoktuk költeni a támogatást, de most kifejezetten ezt a családi napot azért szerveztük, hogy az iskola udvarának a szépítésére gyűjtsünk. A családi napon közel 1 millió forintot sikerült gyűjteni a szülők adományaiból. Az alapítvány tovább dolgozik annak érdekében, hogy az udvar megújulhasson az iskola keletkezésének 60 éves évfordulójára, amit jövőre fognak megünnepelni a Bárdosban. Pedagógus nap alkalmából június 1-én Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere köszöntötte a Pesti Vigadó nagytermében Magyarország legkiválóbb tanárait, köztük a Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Újbudai Szakiskolájának igazgatónőjét, Paláncné Németh Zsuzsannát. Meglepett a díj, de én gondolom ezt annak tudhatom be, hogy 50 éve vagyok a pályán, 35 éve a kerületben, keves ilyen ember találni, aki 50 évet a gyógypedagógia szolgálatára szentel, annak ellenére, hogy hobbi szinten különböző diplomákat szerzett, de azt csináltam, abból tanultam és azt hasznosítottam az egész pályám során eddig. Kásler Miklós és Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős helyettes államtitkár 4 különböző díjjal jutalmazta az oktatási nevelési területen végzett kiemelkedő munkájukért a pedagógusokat. Átadták az Ötvös József és az Apáczai Csere János díjakat, a felsőoktatás területén tevékenykedőknek a Szent Györgyi Albert díjakat, a kiemelkedő óvodapedagógiai munkáért a Brunswick Teréz díjakat, valamint a gyerekek harmonikus személyiségformálásában kiemelkedő munkáért adományozható Németh László díjakat. Paláncné Németh Zsuzsanna fél évszázada van a pályán, ebből 35 évet Újbudán dolgozott. A kerületünkben található Leiningen utcai intézményben 2000 óta pszichés fejlődési zavarokkal küzdő és tanulásban akadályozott fiatalokat képeznek, számukra gyógypedagógiai nevelést biztosítva. A Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Újbudai Szakiskolájának igazgatónője az Apáczai Csere János díjat vehette át a minisztertől. Az Apáczai Csere János díj az egyik legnagyobb szakmai elismerés. Nem tudom pontosan, hogy a felterjesztésekben miket írnak a többi kollégáról, aki megkapja. Gondolom én az 50 éves munkámért, meg annak színvonaláért. Én úgy veszem, szolgálatért kaptam. Mindig új kihívás volt, új feladat, hát 50 év alatt az oktatás is megváltozott. Én mindig szerettem megoldani a feladatokat. Szép pillanat nekem az, amikor a saját és nevelésű igénygyereknek a szakmunkás bizonyítványt, vagy szakmai bizonyítványt a kezébe adhatom, és megtalálja a helyét, jön vissza, hogy találta a munkát, és szívesen örömmel tud dolgozni. A Gellért-hegyi jubileumi parkba szervezték meg a gyerekeknek az idei Madarak és Fák napi versenyt. A vetélkedőn állomásról állomásra az év madaráról, a vándorsólyomról, a madarak csőréről, a baglyokról, fákról és terméseikről, valamint Újbuda természeti kincseiről tanulhattak a gyerekek, a Magyar Madártani Egyesület és az Újbudai Pedagógiai Intézet szakembereitől. Minden csapat a regisztrációnál menetlevelet kapott, amely alapján felkereste az állomásokat, ahol a csapatok teljesítményét pontozták.
A szervezők olyan diákokat vártak, akik érdeklődnek a természet szépségei és értékei iránt. Sokféle környezetvédelemmel és környezettudatossággal kapcsolódó tevékenységet folytatnak a már óvodától kezdve az oktatási és nevelési intézmények. Az egyik eleme ennek, hogy a jeles napokat mindenképp meg kell valamilyen módon ünnepelni, vagy emlékezni róla, és a legjobb az, amikor a gyerekeket aktív módon vonják be ebbe. Az önkormányzat fontosnak tartja, hogy az iskolák környezettudatos nevelését támogassa. Ezért is szervez az iskolákkal a kerületi gyerekek részére rendszeresen környezetvédelmi eseményeket, amelyeknek hatását már ma is lehet érezni rajtuk. Egyrészt a napi gyakorlatban a gyerekek szemlélete változik, ezt különböző tesztek, illetőleg a különböző beszélgetések során le tudjuk mérni. A másik pedig igazából szintén egy olyan objektív mérőpont, hogy egyre több zöld iskola és ökoiskola és zöld óvoda van már a kerületben, úgyhogy ezt a folyamatot szeretnénk továbbra is segíteni. A vetélkedő végén a menetlevelek pontjainak összesítése után következett az eredményhirdetés. Minden résztvevő emléklapot, a legjobban teljesítő csapatok pedig oklevelet és ajándékot is kaptak. Zárásként a polgármester színes, pöttyös labdákat osztott szét a gyerekek között. Idén már második alkalommal rendezte meg a kerületünkben működő közlekedés tudományi intézet Újbuda önkormányzatával összefogva azt a játékos vetélkedőt, amely az újbudai óvodásokat tanítja a biztonságos közlekedésre. A biztonságos óvoda kupa a mai rendezvény neve itt Újbudán, és ennek pontosan az a lényege, hogy olyan játékos, mozgásos feladatokkal foglalkoztatjuk a gyerekeket, amelyben el vannak rejtve, vagy néha jól látható módon jelen vannak a közlekedésbiztonsági ismeretek, azok az alapvető közlekedésbiztonsági szabályok, amelyekkel ők megismerkedtek. A biztonságos óvodakupa utolsó fordulójára ismét az újbudai Gross és Gyula sport és általános iskola tornatermében került sor, ahová ellátogatott Hoffmann Tamás polgármester és Molnár László alpolgármester is. Bármelyik város részben megyünk, gyakorlatilag a forgalom és a közlekedés az mindenütt egy potenciális veszélyforrás. Ezért van az, hogy mindenféle alkalommal óvodákban, kresszpályákon vagy olyan játszótereken, direkt ezért is építettünk olyan játszótereket, ahol a kressz tudják tanulni játékosan, egymást is segítve, ezáltal megismervén, hogy mire kell nagyon odafigyelniük. A biztonságos óvoda program keretében megvalósult biztonságos óvodakupa egy játékosan tanító vetélkedő sorozat, amelyre idén 8 újbudai óvoda növendékei érkeztek. Nyilván ők óvodások, tehát még felteszem, nem egyedül közlekednek, de hát egy nagyvárosban ez ugye mindig egy neuralgikus kérdés, hogy a közlekedésben, ha főleg aztán már egyedül mennek, akkor ismerjék a szabályokat, tudják, hogy mire kell figyelni, tudják, hogy milyen veszélyforrások leselkednek rájuk. És erre igyekszünk játékosan felhívni már óvodáskorban figyelmet, mert tényleg rövid idő alatt eljön az idő, amikor már önállóan közlekednek, és nagyon fontos, hogy megelőzzük azokat a baleseteket. Minden csapat nyert, nem csak egy élménnyel lettek gazdagabbak a gyerekek, akik élethű, ám de veszélytelen környezetben gyakorolhatták a közlekedést a tornateremben, de Újbuda vezetőitől ajándékokat, érmet és oklevelet is kaptak. A Vándorkupa most a gazdagréti Aranykapu óvodába került. Mi a közlekedés biztonsággal foglalkozunk, és az a célunk, hogy mindenki biztonságosan közlekedhessen. Nem lehet, szokták mondani, elég korán elkezdeni, mi ezt őszintén így is gondoljuk, és a legkisebbekkel is foglalkozunk. És ezt találtunk egy olyan partnert az újbudai önkormányzatnál, akik hasonlóan fontosnak érzik, hogy a kerületi gyerekeket felkészítsék a biztonságos közlekedésre. Ha már a Közlekedés Tudományi Intézet ebben a kerületben van, akkor példaértékűen elindult egy együttműködés az önkormányzattal, és Újbuda és a Közlekedés Tudományi Intézet együtt egy olyan nevelési programot alakított ki a helyi óvodáknak, az önkormányzati óvodáknak, ahol egész évben foglalkoznak a gyerekek és a pedagógusok a közlekedéssel közösen, felkészülnek, és mi úgy szeretnénk nekik megmutatni, hogy nem haszontalan és nem egy elvont dolog ez a tudás, amit megszereznek, hanem akár egy ilyen mai rendezvényen, egy vetélkedő kerületében is hasznosíthatják ezt a tudást, kipróbálhatják önmagukat. A szervezők szeretnék, ha a kerületünkből induló biztonságos óvodakupa eljutna Magyarország valamennyi óvodájába. A borús idő ellenére is jó hangulatban telt Újbuda egyik kiemelt projektjének a New Generation Skills és az App Center által közösen szervezett szakmai találkozója.
A fiatal leendő vállalkozásokat és innovációs ötletekkel előrukkoló cégeket, fiatalokat az Őrsöd Dűlői Ifjúsági Központban várták a szervezők. Az App Center önmegvalósító dizájnerekből, tanácsadókból, fejlesztőkből áll, akik önként segítik azokat a 15 és 26 év közötti fiatalokat, akik különleges ötleteiket szeretnék hasznosítani a társadalom és önmaguk számára. Itt látunk problémákat, általában az, hogy az ötlet megvan, a megvalósítás egész jó, és általában elakadnak a startupok az értékesítésnél, hogy a startupok 60%-ának a bukása az, hogy nem tudják eladni. És most ebben a csoportban akkor megnézzük, hogy tudunk-e valakivel beszélgetni arról, hogy hogyan kell egy értékesítési stratégiát felépíteni, az, hogy lehet véghez vinni, hogy illeszkedik-e ez egy marketing, lehetőleg egy modern, digitális alapú marketing. A Tudatos Fiatalok közösségét Réka képviselte. Ezen belül jött létre egy sportágazat, amely a hasonlóan gondolkodó, tudatos életmód iránt érdeklődő fiatalokat hoz össze. Így a kreatív ötleteiket megoszthatják egymással, és tanulhatnak egymástól. Én bekapcsolódtam több vállalkozásba is. Az egyik az egy társadalmi projekt, ez a Tudatos Fiatalok Sportközössége, ahol igazából az alapkoncepció megvolt, tehát már úgymond egy követőbázis, egy Facebook csoport már kialakult. Alapvetően a lényeg inkább az az, hogy eseményeket szeretnénk szervezni, sporteseményeket, ahova fiatalok tudnak becsatlakozni, és ami ugye nyilván egy későbbi projekt lesz, hogy akár ezt ugye profitábilissá tenni. A New Generation Skills és az App Center egy előzetes igényfelmérés során azonosította, hogy a diákok milyen szakmákkal és területekkel szeretnének mélyebben megismerkedni. Ezt követően a tanulók, ifjú vállalkozók egy szakmai rapid randi keretében 15-20 perces blokkokban tudtak kérdezni, de volt társas játék és csocsó is, amelyek mind oltották a szakmai találkozó hangulatát. Újbuda önkormányzata a hagyományokhoz híven közel 1000 pedagógust látott vendégül Kamaraerdő június 8-án. A pedagógus napot és a tanév lezárását ünneplő óvodapedagógusokat, tanítókat és tanárokat Simicskó István hazafias és honvédelmi nevelésért felelős kormánybiztos, Újbuda országgyűlési képviselője, valamint Hoffmann Tamás polgármester és Molnár László alpolgármester köszöntötte. Ahogyan Mári Sándor fogalmaz, a gyermek a legnagyobb csoda, az élet egyetlen értelme. Tehát három gyermekes családapokat is pontosan tudom, hogy pedagógusoknak nagyon nagy a felelőssége, feleségem is óvónő, pedagógus, óvodapedagógus, tehát legfontosabb, hogy figyeljünk rájuk, segítsük őket, hiszen ők a legfontosabb szövetségeseink a gyermekeink felnevelésében, hogy értékrendet adjanak nekik, és hogy megállják a helyüket majd a nagy életben. És azért is egy jó alkalom, hiszen vannak olyan fiatal pedagógusok is, akik ugye eleve nem ismerhetik az egész rendszert, a pedagógiában résztvevő többi kollégát, hiszen most jöttek, vagy frissen érkeztek Újbudára, frissen érkeztek a különböző intézményekbe, és ez egy jó alkalom arra, hogy ilyen módon is a többi kollégát egyáltalán megismerhessék. És ez nagyon jó számunkra is, hogy fiatal pedagógusok számára, akár ez óvodapedagógus, akár iskolába tanító, tanár vagy tanító, de vonzó Újbuda és vonzó számára az, hogy itt perspektívát talál a foglalkozásának, a hivatásának a gyakorlására. A jeles eseményen önkormányzatunk képviselői is részt vettek. Simicskó István ünnepi beszédében köszönetét fejezte ki az elvégzett munkáért, és kiemelte, hogy az elmúlt tanévben is jelentős sikereket értek el Újbuda pedagógusai és tanulói. Növelni kell a megbecsülésüket. Ezen indult ez a folyamat. Én ennek örülök, mert egy társadalom akkor működik jól, hogyha azokra az emberekre, azt a hivatást gyakorló, azon hivatásokat gyakorló emberekre különösen figyel, akik a biztonságunkat szolgálják, akik a nevelésben, a gyermekeink fölnevelésében vállalnak osztályrészt és nagyon nagy feladatot, és nyilván akik tudnak gyógyítani. Az ápolók, az orvosok, tehát elsősorban őket kell megbecsülni, szerintem ez a munka elindult, ezt kell folytatni a jövőben is. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy Újbuda lakosság az folyamatosan gyarapszik, és a jelenleg is folyamatban lévő beruházások azt vetítik előre, hogy a lakosság szám az továbbra is nőni fog, és ez bizony óriási kihívást fog jelenteni mind az iskolai ellátórendszerben, mind az óvodai rendszerben, mind a bölcsödei rendszerben. Itt egész pontosan férőhelyekre is gondolunk, éppen ezért egy 800 millió forintos fejlesztés zajlik jelenleg is a gazdagréti óvodánál.
további óvodákra már megvannak a fejlesztési tervek, fejlesztési elképzelések. Egy részéhez megvan a beruházó is, aki majd ezeket az óvodákat el fogja készíteni, egy részét pedig majd az önkormányzatnak kell tudnia megoldania. A Központ Újbudai Kulturális Pedagógiai és Média Kft. Által szervezett pedagógus esten a hangulatos vacsorát követően fellépett Veréb Tamás színész, énekes, valamint a Kalipszó együttes szolgáltatta a zenét a táncos mulatsághoz. Ebben az évben is nagy siker volt a tombola, amelynek köszönhetően több újbudai oktató részesülhetett értékes tárgynyereményekben a tanév végén. Ismét ingyenesen osztott ajtóékeket és belépés jelzőt a kerületi lakosoknak az önkormányzat és az Újbuda Prizma közhasznú nonprofit Kft. A lakásvédelmi akcióterv 2.0 keretében. Az elektromos ajtóék egy ajtó alá helyezhető szerkezet, amely megakadályozza az ajtó kinyitását. Amennyiben illetéktelenek megpróbálják mégis kinyitni az ajtót, a szerkezet hangjelzést ad a lakásban tartózkodóknak. Nem újdonság Újbudán, hogy belépésjelző készüléket, illetve ajtóéket hoztunk a kerületi lakosok számára, számomra is, illetve hát úgy gondoljuk polgármester úrral közösen, hogy a biztonság egy nagyon fontos dolog, fontos, hogy vagyontárgyainkat, ingatlanunkat megvédjük. Nem csak az ilyen eszközök segítenek azonban a bűncselekmények számának csökkentésében. Az is nagyon hasznos, ha a szomszédok figyelnek egymásra, és figyelmeztetik társaikat, ha a betulakodó vagy gyanúsan viselkedő szemét látnak a környéken. Ausztrián, Svájcon, Franciaországon, Belgiumon, Németországon, Csehországon és Szlovákián át egy hatalmas motoros túrát kezdtek meg június 10-én az Újbudai Bécsalom zsidó hitközség motorosai. Az Izrael állam 70 éves évfordulóját ünneplő túra során a zsidó államot megálmodó magyar származású zsidó író és politikus Herzl Tivadar életének főbb állomásait látogatják meg a résztvevők. Vasárnap délelőtt a Károli Gáspár téri zsinagóga előtt gyülekeztek azok a motorosok, akik vállalták a két héten át tartó hosszú utat, amely nem csak egy ünnepi megemlékezés, de egy kiállítás is magukkal vittek az Újbudáról induló túra szervezői. Tavaly csináltunk egy London-Jeruzsálem motoros túrát, egy Markó Kac nevű romániai fiatalember találta ki ezt, hogy ünnepeljük meg a 120 éves Balfour nyilatkozatot, Jeruzsálem újraegyesítésének 50. évfordulóját, és akkor erre kialakult egy Ride for Solidarity projekt, és ennek egy következő állomása a mostani túra, és idén lesz még egy motoros túra az Amerikában, egy San Francisco New York motoros túra. 1948-ban megalakult Izrael állama. Mi két hétig fogunk motorozni Európában, ugye Budapest, Bécs, Bázel, Párizs, Brüsszel, Köln, Berlin, Buchenwald, ahol megemlékezünk a Shoah áldozatairól, Lipcse, Pozsony és vissza Budapestre. Vasárnap délben a Herzl Tivadar téren Németh Zsolt, az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke, Bacskai József, a Külgazdasági és Külügyminisztérium gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkára, Kunos Péter, a Mazsihisz ügyvezető igazgatója, valamint Kardi Judit, a Magyarországi Cionista Szövetség elnöke fogadta a motorosokat. Herzl Tivadarra nekünk magyaroknak most a Izrael állam 70 éves születésnapján illő büszkének lennünk. És ezért gondolom azt, hogy mindenféleképpen támogatásra méltó ez az út. Pár millió forintot kértek erre a túrára, és ezt a pár millió forintos támogatást a külügyminisztérium örömmel adta meg. De azt gondolom, hogy ennél fontosabb az, hogy a magyar állam ott áll mögöttük, és amikor meg fognak jelenni majd Párizsba, vagy Genfben, vagy Berlinben, akkor olyan eseményeken és olyan rendezvényeken fognak majd megjelenni, föllépni, ahol maguk mögött tudhatják a magyar nagykövetségnek, a magyar államnak a támogatását. Egy ilyen út is nem csak arról szól, hogy fölkeresik Herzl Tivadar európai életének a helyszíneit, hanem arról is szól, hogy ezek az emberek, ezek a magyarországi zsidó saját identitásukat vállaló emberek saját identitásukban is megerősödnek, és ezáltal üzenik azt ennek a közösségnek, hogy van jövő. A Herzl túra résztvevői Klein Rudolf művészettörténész Közép-európai zsinagógák című kiállítását viszik magukkal, és ahol lehetőségük lesz rá, be is mutatják. A körutazás résztvevőiről megtudtuk, hogy a legfiatalabb 23 éves, míg a legidősebb idén lesz 80 éves. Ő még gyermekként a budapesti gettóban élte túl a holokausztot. A Herzl túráról részletesebb beszámolót Útravaló című műsorunkban láthatnak az Újbuda Televízió nézői.
2-1-re nyert a BME BT FC futsal csoportja a június 4-i újbudai meccsen, méghozzá a Rubeola FC Csömörrel szemben. A cél az NB1-be jutás volt. Azt gondolom, hogy a Budapesti Műszaki Egyetem az meghatározza egész Újbudát, hiszen itt a kerületben évről évre azért nagyon sok ezer diák lakik együtt az itt lakókkal. Reméljük, hogy a mi sportegyesületünk, a BME BT futsal csapata sok örömet szerzett itt a kerületi lakosoknak. A Gabányi László sportcsarnokban megrendezett második találkozóra a téthez méltóan óriási tömeg gyűlt össze június 4-én. Úgy tűnt, csak a hosszabbítás dönthet majd arról, melyik csapat jut fel az NB1-be, de 90 másodperccel a vége előtt megvolt a BME előny.